Szóval ez egy ilyen stomp, és akkor most itt ugye stompolok. Érdekes. Szuperbális. Hogy ugrásnál nem működik? Jó kérdés. Nem különösebben. Ó, nézzétek csak! Ez most megint növel majd a max HP-nkon. Hát, vagy nem. Most nem növelt, ugye? Ma nem növelt volna, nem tudom, nem vettem észre. Lehet, hogy maxos? Nem tudom. Ki kéne próbálni a stompot attack közben. Hát ugyanaz, mint a rugás gyakorlatilag, és szerintem több embert tud lecsapni. Antal Géza, még egyszer köszi, Roli, de Hunman. Nagyon szépen köszi nektek is, srácok. T. David, Galmár, Legath, még egyszer köszi nektek is. Checkpoint. Már látható is a nedvesség. Kapnának egy stunt. A rugástól is megkapta egyébként a stunt, csak szerintem ez több embert, most ugye egy enemy volt, Bazi, de hogyha több enemy lesz, szerintem ez több embert hátralök, mint a sima rugás, az csak azt, aki épp előtte van. Oh, checkpoint, éljön. Lemészároztuk. Nem volt a leglátványosabb most, de ez van. Gyönyörű, építem be vissza. Hújjá! Bassza meg. Húha, srácok, hűha lesz, nem le kell lépnünk. Igen, végtelen enemy volt. Nofti, a kis Dávidka, Jules Hunter. Kösz szépen, srácok. Nem akartak elfogyni. Milyen királyon nézzük már ki full páncélszárkóba, nem? Most már egyik cuccunk se gagyi, kivéve a kardunk, mert ez egy köcsög goblin kard. Ezt nem cseréltem le, már nem tudom mióta. De majd a pajzs is most már azért elég menőn néz ki. Micsoda hegy!
Ami eddig furcsa volt, srácok, hogy nem nagyon kaptunk achievementet. Nincsenek is a játékban. De mondjuk mit tudom én azért, a gyűrűk urást tudszért jól lett volna kapni egy achievementet. Ez tök menő volt. Nem? Úgy, hogy én másszám, mert elfogyasztam, mire hallod, öreg? Várjatok, ezt még most fogjuk meg. Még most töltsük vissza. Hadd lihegje ki magát a kurva anyját. Mindjárt meg vagyunk. Mászhatunk. Igen, Steve, én is erre gyanakszom, hogy úgy tűnik, mintha nem lenne. Fasz. Amúgy a bal felső sarokban az FPS, 90 a cap. Mi ez a kék cuccot? Azt sem, hogy a Skyrimbe felbagolunk a hegyre. Bizonyára ez egy rozsdás kerítés volt, ahogy bezárult vagy kinyílt. Technikai hiba. Hamarosan visszatérünk. Akkor folytatjuk, jó srácok? Szóval valahol itt a sárkánynál fagyhatott ki, ahol jött egy ilyen szekvencia. Mindjárt látjátok. Szóval, go! Szerencsére meghaltam. Egyébként. Úgyhogy jön a lass! A turbó futó! Futó turbó! Úristen! Ezt a módszert választottam, srácok, hogy így el... Elbuktunk, és aztán megáll itt a sárkány. Fel kellene töltenünk a staminát mindenféleképpen. És itt bujkálnunk kell előre gyakorlatilag. Uramisten! 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 Baszki, mi durva volt ez, te! Egy fél pillanaton múlt! Te jóságos ég! Te jóságos ég! Oké, nem gáz. Mindenki el. No problemo. Húha. Elég erős a hófúvás. Egyre nehezebben tudok haladni. Egyre nehezebben. Dodzsolni már nem is tudunk. Ez az egy move-val érhető. Hogy megyünk. Nem bírja tovább? Ha meg ne fagyj itt nekem, bazd meg! Mi a fütykös folyik itt? Na és most mi a fasz van? Megvárja, még kisüt a nap? A nyaklánc! A trinket, amit a csaj adott neki? Az most megszállta a testit? Aha.
Igen, valószínűleg az. A nyakában, ami kéken világít. Van pár nyíl. Cseréljük le ilyen kardra magunkat, hát ha jobb lesz. Oh, wow. Csatákok. Az egy fapajzs volt, de ez sokkal jobb pajzs, ami nekünk van. Legalábbis eddig úgy tűnt, hogy ez a fénypajzs sokkal jobban bírja. Nem tudom, mióta nálam van. István, köszi 34 hónapot. És akkor talán ez a hegynek az a része, amiről Thor beszélt. Itt van egy másik aktiválható. Aha, na most nőtt. Most nőtt, tehát most láttam. Itt van Thor. Thor? Nem hitte volna, hogy elérünk idáig. Jesus Christ. Oké. Még egyszer megkérdez, vagy még egyszer megkéri, hogy csatlakozzunk hozzá. Bassza meg. Mi a faszom van? Ez hülye. Nézzetek, folyton úgy támad, hogy ilyen repülős ellenféllel még nem küzdöttünk meg. Be is basznál legyőznénk Thort. Oké, mindjárt meglátjuk. Megpróbáljuk még egyszer, de nagyon durván nyomatja. Igen, úgy néz ki, hogy mégiscsak ez az út. Érdekes. Hát villámmal Thor ellen annyira nem vagyunk királyok, nem? De szar, hogy nem ide rakta a checkpointot elé, nem? Ez azért egy ilyen elég gógyis dolog, nem? Hogy nem ide rakta mondjuk az oszlop mellé a checkpointot, hanem hogy olyan, hogy be kell aktiválni. A többi boss fightnál itt volt a cucc. Hitumi Art, köszi szépen! Köszi szépen! És még ennyit pofázik is. Kapta, srácok? Elszaladt. Tol egy gyávakukat! Gyere vissza, rohadjál meg! És itt nincs checkpoint ebben a fightban. A francban. Öcsém, kimosít fel. Valaki segítsen, mi a faszom történik ezek? Ezek stormtrooperek? Mi? Hello? Ez a Star Wars? Szóval ez a Star Wars. De miért? Miért a Star Wars?
Mi történik? Ó, faszom. Mi történik? Ó, ez csak egy... Szóval ez egy illúzió. Már fut? Nem jól futottam. Halló? Oké. Oké, eddig jó. Ha itt börtönbe vannak zárva, itt ezek a lények. Tudnám, mi történik, itt beszárnék. Az összes információt el egyszerre. Mi történik? Checkpoint? Valami, hogyha villámmal csapnánk bele? Azért ez egy érdekes, mikor eldobom még, amikor meg lóbálom. Még esetleg a lábbal. Baszatási, á nem, az sem működik. Oké. Okay. Kinyíltak a börtönök. Most már látom. Ez az? Jó, haladjunk. Itt a másik oldalon már így faszább. A francba. Mit keres ez itt? A kurva anyárat. Meghalt! Nem én voltam, hello! Én csak kihasználtam ezt a cuccost. Eszti, köszi szépen. Dobrogi, köszi a 4 hónapot. Sanyi stream, köszi a 15-öt. Na nézzük. Egy sajt volt ez. Számomra teljesen érthetetlen amúgy is, ami történik most, úgyhogy... Talán exploit, igen. Ha nem is cheese, de akkor exploit. Hop, hop, hop. Oh.
Vegyük fel a nagy fejszét. Meghaltak. Zsír. A nagy fejszedobálás az ott van a szervon. Jó, akkor itt valahová föl kell jutnunk, ahová lehet a követ tolni. Csak le kell jönnünk, hogy hova. Kérdés, hogy hova? Ő van a felfelé vezető út. Hát én nem... Itt estünk le. Oh. Oda kell tolni, és fel kell vinni a követ. Oh. Oké. Okay. Ennek így lehet, hogy lesz értelme. Jön. Megint le fogunk menni. Elfelejted lépkedni a karakter, de most ezzel ne foglalkozzatok, kérlek. Majd így. Figyelj. Jó lesz. Nem, de itt sincs semmi, amivel tudunk valami. De akkor ennek most mi értelme van? Hát nézzem csak. Á, látom! Oda kell tolni. Most már értem. Látom már, hogy mi a gond. Ta-na-na-na-na-na-na. Megoldjuk, egy kis időbe telt, na, rá kellett jönni. De nincs semmi baj. Ilyenkor szoktam attól félni, hogy tényleg eltöröm a játékot, mert beszarol a liftbe a kő, amikor ennyit próbálkozom. Levente, köszi szépen a csírt. Reménykedjük benne, hogy ez az, amire gondoltam, és erre kell jönni. Mert ha nem, akkor kifagytam az ötletekből. És ne. Erre. Töltsük maxra a cuccost. Oh. Megint Thor. Ó, oh, basszus, nem már! Mi az a stop? Ő egy friend? Ó! Ó, ismer minket, ő barátunk. Most már... Ők velem vannak most már? Ők velünk vannak. Nagyszerű. Szuper. Reménykedjünk benne.
Ha bejön egy AT-ST lépegető, összeszarom magam. Most megint a hegyen vagyunk. Aha. Ez a hot bolygó! A csapda! Egy gyűrhajóval. Micsoda? A birodalom majd a helyére rak egy... A birodalom... A bira imperium... Ha megölöm, majd helyez valaki mást a kurva anyját. Meg fogunk halni. Mondjuk így is szíves, hogy kivehetem a fejéből. Meg a Thor. Megvan a Mjölnir. Megvan a Mjölnir! Megvan. Hogy kapta Thor, te jó ég? Jó, mi van, többször kapta. Na, szóra, kösz, ez 56 hónap volt. Köszi szépen, haver, mindent. És... Ugye ezt be tudom villámozni, ezt a fegyvert? Behát. It's not just skills, bizony. Totára. Viszont tudod, mit nem mondtál meg? A halálcsillagot és a birodalmat. Ugye? By Joe Winter. És kész, ennyi. Made by Joe Winter. Cső. Ez pedig a zene. Joe Winter. Csá. Ez mennyire jó, nem? Made by Joe Winter. Oh. Még a voice actingben is részt vett. Oh, anyám. Igen, azt mondom, hogy a kiadásban biztos, hogy segítettek neki, de magában a játék elkészítésében valószínűleg nem. Ez mondjuk így nagy húzó, srácok, hogy megkapod a Mjölnir, de nem használhatod. Nem? A zenék viszont tényleg nagyszerűek voltak egyébként. Nekem nagyon tetszett. Ja igen, és az ID at Xbox Team csinálta, tehát ugye az Xboxnak, vagy a Microsoftnak az indie részlege. Ez aranyos kis projekt, nem? Oh, igen. Itt van, nézzétek csak, azt mondja, igen, a series is a fun project and slowly turn into something much more. Thank you to everyone that stuck with me to the end. It's a dream to have the chance to make my game and to have your support during the process. I also owe my wife Morgan a special thanks. This wouldn't be possible without you. Joe. Igen, egy személyes játék, egy személyes üzenettel. Ha? To be continued? Lesz folytatás? Wow! Akkor lehet mégis fogjuk tudni használni a Mjölnirt. New Game Plus nincs. Van... Aha, van resume.
Az utolsó checkpoint Elysium? No, várjatok egy kicsit. Ez a játék eleje, nem? Itt így állunk, igen. Minden páncél, mindenünk megmarad. Idézőjelben New Game Plus. Kivéve a Mjolnirt. Mindent tudok csinálni, srácok. Csak a Mjolnir nincs meg. No! Azt majd a folytatásban. Srácok! Micsoda egyszemélyes is game volt. Nyilvánvalóan látszik rajta, hogy egy ember csinálta, srácok, tehát nem kell tőle óriási csodát várni, viszont azt hiszem 16 eurós játék egyébként. Van benne egy olyan durván 3 óra, bár még extra dolgot is találtunk benne, de szerintem egy egyszemélyes projektől nem, egyáltalán nem rossz. Most nyilván én azt mondanám, hogy várnék elárazással, mert ahhoz képest rövid, hogy mennyibe kerül, viszont, hogyha szeretnétek támogatni az egyszemélyes fejlesztők munkáját, akkor érdemes kifizetni érte a pénzt, de egyébként ezért a játékhosszért talán egy kicsit sok, ez a 16 euró. Én azt gondolom, mert túl rövid a játék, meg túlságosan kevés a játékelem, viszont szépnek szép a zene, eszméletlen, és tényleg mint egyszemélyes projekt, ez így tök menő. Nekem tetszett, szerintem király volt. Jó kis kigapcsolódás, mint olyan. De rövidnek rövid. Tehát én a helyetekben, aki nem ilyen szupporterként akarja támogatni mondjuk ezt az embert, hogy milyen jó munkát végzett, az inkább várjon egy kicsit leárazással. Mondjuk mit tudom én, amikor lesz egy 75% vagy egy 50%, és annyit már simán megér. Annyit már simán megér a game. Szerintem, nekem mondom, nekem tetszett, szerintem aranyos volt, jó volt kivárni ezt a gémet. Minden néztem a Overlord-hun. Mindet néztem, igen, fasza volt nagyon. Jam, közben köszi neked is. Srácok, nagyon szépen köszi nektek is a figyelmet. A menetrend elérhető a dvr.hu per menetrend oldalon, vagy itt parancsban. Látjátok a hét hátlévő részére a programot. Péntekre 4 órától 5 óráig egy kis kérdőjeles meglepetés így váratlanul becsöppent. Sajnos nem mondhatom el, hogy mi az, de talán azt gondolom, hogy érdemes bekukkantani. Mert tudom, hogy nagyon szeretitek. Na, ezt még úgyis el fogom mondani holnap is. Jó lesz. Legyetek jók, srácok. Találkozunk holnap reggel. Menetrendon. Legyetek jók. Na, szevasztok.